Kutyér Attila távozik a válogatott éléről. Szeretettel köszöntünk mindenkit a Magyar Labdarúgó Szövetség nevében. Először is a technikai információ, mindenkit megkérnék, hogy aki eddig nem tette meg, az halkítsa le, vagy kapcsolja ki a telefonkészülékét. És mielőtt átadnám elnök úrnak a szót, röviden arra kérném, hogy foglalja össze a tegnapi elnökségen történteket. Mielőtt átadod a szót, nem tudom össze. Hát akkor megkapta, úgy értem. Hát hölgyeim és uraim, egy gondolom nem csak önök, hanem a labdarúgás iránt érdeklődő állampolgárok, szurkolók részéről is egy várt sajtótájékoztatón veszünk részt. Mi magunk is úgy ítéltük meg, hogy a válogatott körül kialakult helyzetben nem húzható tovább, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöksége állást foglaljon, és vagy a kapitány megerősítéséről, vagy távozásáról szóló információt a szélesebb közvéleményében nyer megosztva. Azzal kezdeném, hogy Pintér Attila távozik a válogatott éléről, és természetesen, ha 8 hónap után távozik valaki, akkor legalább akkora, vagy még nagyobb a kinevező, az őt választónak a felelőssége, hogy egy ilyen helyzet alakult ki. Tehát a magunk részéről, a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöksége részéről nyilván mi magunk is felelősek vagyunk azért a helyzetért, hogy itt az Európa-bajnoki selejtező első tét meccse után úgy ítéljük meg, hogy váltásra van szükség. Mi volt az az indok, ami annak idején Pintér Attila szerződtetése mellett szólt? Az első indok a sikeres játékos pályafutását követően edzőként is sikereket ért el, hiszen a Ferencvárosnál, a Győrnél is bajnoki címet ért el, ott 2 magyar kupa győzelme, ugye Ferencvárosnál és nagy meglepetésre Sopronnál is, és hát fontos szempont volt, hogy nagy súlyan vettük figyelembe, hogy ismeri a magyar játékos állományt. Az is sokat nyomott alatba, hogy stílusában egy kicsit eltérő edző volt, mint a korábbi szövetségi kapitány, Egelvári Sándor. Most itt arra gondolok, hogy Egelvári Sándor egy sokkal szelídebb ember, mint Pintér Attila, és azt gondoltuk, hogy Attila alatt a válogatott küzdőképessége, harciassága az sokat fog javulni, növekedni. És hát természetesen tisztában voltunk azokkal a kockázati tényezőkkel, amit annak idején már a sajtó a kinevezése napjaiba is felvetett, hogy hát a kommunikációs képessége Attilának talán kicsit nehézkes volt, fogalmazzak így inkább, hogy ne legyen teljesen magyar ez a mondat se. De úgy gondoltuk, hogy hát elsősorban azokat a képességeket kell értékelni, ami a sikeres edzői munkához feltétlenül szükségesek, amelynek megszerzéséhez hosszú idők tapasztalata kell, és hát amin pedig lehet javítani, és azt gondolom, hogy rendkívül sokat is javult Attilának a kapcsolata, egyébként a sajtóval, a kommunikációja, az pedig abban majd segítünk, és hát ez is történt. Na most azt gondolom, hogy abban, amit feltételeztünk róla, Pintér Attilába nem is csalódtunk, tehát nem lehet elvitatni tőle, hogy szakmailag felkészült ember, felkészült edző,
nem lehet elvitatni tőle, hogy, hogy kevés olyan ember dolgozik a magyar labdarúgásban, aki úgy a lelkét, a szívét, a fizikai erejét beletette abba, hogy, hogy ez a labdarúgás fejlődjön, tehát mindent megtett és nem kímélte magát. És hát ugyanakkor persze úgy látjuk, mint ahogy néhányan látták a szakmai vezetők közül is, és a szakmai bizottság részéről is, hogy hát volt néhány olyan dolog, hogy a túl nagy keret, az, hogy túl sok játék, és ez a keret nem szűkült az idők előre haladásával. Az, hogy az első tétmeccsen is szerepeltek a kezdőben olyan játékosok, akik korábban egyébként nem kaptak szerepet, miközben az összetartásoknak a lényege az volt, hogy összeszokjanak a játékosok. Én nem tudom megítélni, vannak olyan szakmai vélemények, hogy túl nagy követelményeket állított Attila, túl sok játékrendszert akart a játékosokkal begyakoroltatni annak érdekében, hogy hatékonyan lehessen bármely ellenfél ellen küzdeni, vagy meccs közben is esetleg játékrendszert váltani, és ezeknek az elsajátítására kevés volt az az idő, ami az összetartásoknál rendelkezésre áll. Hozzáteszem azt is, hogy ugye nagyon sok összetartásra a külföldön játszó játékosok nem tudtak eljönni. Sajnos a magyar klubok is volt, hogy nem engedtek el összetartásra játékosokat, és hát ez nehezítette a munkát. Hát nyilvánvaló, hogy ezen értékelés után nem tudok más tenni, mint azt, hogy valóban tiszta szívvel megköszönjem Pintér Attilának a végzett munkáját az elmúlt hónapokban, és hát emberileg egy ilyen nagyon szomorú döntéssel, de megváljunk tőle. Na most a kérdés ilyenkor mindig az, hogy akkor ez az első fejezete a döntésnek, mi a második fejezet, ki az utód. Azzal kezdeném, hogy kapkodni nem akarunk. Tehát ideiglenes döntést hoztunk, és a következő három tétmeccsen a magyar válogatottat szövetségi kapitányként Dárdai Pál vezeti. Dárdai Pál családi okok miatt, szakmai okok miatt nem tudja véglegesen vállalni a válogatottnak a vezetését, ő még Németországban kíván élni és akar dolgozni a következő néhány évben, viszont fölvállalta azt, hogy ezen a három meccsen vezeti a válogatottat, ezt szeretném neki megköszönni, mert elég nagy kockázat egy fiatal ember részéről, hiszen ha kudarcok lesznek, akkor fiatal emberként ez nem könnyű lehet megélni. Másrészt szeretném megköszönni a Hertának is, hogy hozzájárult, hogy amellett, hogy a ottani állását továbbra is betölti, a magyar válogatott rendelkezésére bocsátja. Ezen idő alatt, tehát a téli szünetig próbálunk végleges megoldás nincs a futballba pár évre szóló megoldást találni. Itt kimondhatnám, hogy külföldi kapitányt keresünk, de nem szeretnék olyan helyzetbe kerülni, hogy ezt kimondtam a múltkor is, és végül Pintér Attilát választottuk ellentmondásba keveredni magammal. Mi azt gondoljuk, hogy az előző döntésnél Magyarországon fellelhető legjobb edzőt választottuk, mert Pintér Attila személyébe szövetségi kapitánynak, tehát így most nem mondhatom azt, hogy látok valakit, aki nála jobb, mert ezzel megcáfolnám az előző döntést, de előkerülhet még ilyen javaslat, amit megfontolunk, de természetesen koncentrálunk a külföldi edzőkre is. Elárulhatom, hogy most is van már 5-6 olyan jelölt, aki közül többen komoly válogatottakat vezettek ki világbajnokságra, Európa bajnokságra, sőt, hát nem csak még túl is jutottak a csoportokon, tehát ilyen edzők is vannak a talomba, de igazából most indul a munka, ahol számítunk
a szakmai bizottság, a szakma adott esetben az önök véleményére is, tehát mindenkit megvizsgálunk, aki komolyan szóba jöhet a Magyar Válogatott Szövetségi Kapitányaként majd a tavaszi fordulótól. Itt szeretném azért elmondani önöknek, hogy az előző döntésnek a kommentje, ami a sajtó részéről, ami persze részben az én kommunikációs hibámnak is betudható, hogy Pintér Attila szövetségi kapitány sokszor ilyen olcsó kapitányként apostrofálták a sajtóba, azért ez nem volt korrekt, több ok miatt is, mert nem volt olcsó ez az első. Sokan örülnének ma Magyarországon hasonló jövedelemnek. A másik, hogy a kiválasztás szempontja nem az ár volt, és hát nyilván minden ilyen helyzetben, hanem a szakmai képességek voltak, és az igaz egyébként, hogy úgy gondoltuk, hogy jobb szakmai képességeket olcsóban tudtunk kvázi szerződtetni, mintha egy külföldi szerződtettünk volna. Tehát az ár olcsó volt, de a szakmai képzettsége az nem volt alacsonyabb. És most is arra törekszünk, hogy a döntésünknél a következő időszakban a fő szempont elsősorban a szakmai képzettsége legyen, és hát nyilván van egy korlát az MLS teherbíró képessége, de azt a magyar labdarúgás érdekében addig próbáljuk feszíteni a tekintetben, hogy tényleg a legjobb edzőt tudjuk majd alkalmazni, akit érdekel ez a pozíció, meg aki minket is érdekel. Na most az elmúlt döntésnél, mert itt ugye újra előkerült egyes edzőknek a neve, hogy Bezzeg az illető, aki magyar származású is nem kellett, mert ő hosszú távú programot hirdetett és nem gyors sikereket. Szó sincs arról, hogy ezért nem választottuk volna az illetőt, nem ajánlott ő semmi hosszú távú programot, egyszerűen nem tudott eljönni jelenlegi csapatától, és az a kommunikáció, hogy a MLS vezetőivel tárgyalt, hogy hetekre eltűnt, majd újra utól lehetett érni, majd megint hetekig nem lehetett utolérni, és részben neki köszönhető, hogy beszorultunk időbe, az elfogadhatatlan a számunkra, úgyhogy egy dolog biztos, hogy ő nem lesz a Magyar Labdarúgó Válogatott Szövetségi kapitánya. Tudják, kiről beszélek. Úgyhogy hát annyit szeretnék még mondani, hogy rendkívül sok kritikát kapott az MLS az elmúlt időszakban, és ha a kirakatot nézzük, hogy szerepelt most a válogatott, akkor ez teljesen érthető is lehetne mindazok részéről, akik nem értenek a futballhoz. Mert akik értenek a futballhoz, azoknak talán azt is tudnia kellene, meg tudják is, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség tevékenységének talán 5%-a a magyar válogatott és az NB1, és 95%-a más területekhez kapcsolódik, és úgy tűnik, hogy egyes újságírók vagy nem elég felkészültek ahhoz, hogy ezt megfelelően értékeljék a más területeken végzett munkát, vagy pedig nem üzlet ma pozitív eredményekről beszámolni a sajtóba, és ezért jelennek meg csak negatív hírek. Mire gondolok? Gondolok itt a infrastruktúra javítására, nem csak a Fradi stadionra, meg a Debreceni, meg a Felcsúti, meg a leendő Nemzeti stadionra, és a új videóton és Haladás stadionra, nem gondolok arra több száz pályára, amit felújítottunk, több száz pályára, amit megépítettünk, beleértve szabályos méretű pályákat, és beleértve olyan grundokat és olyan iskolai udvarokon vagy iskolák mellett felépített pályákat, aminek következtében jelentősen megnőtt a gyerekeknek a száma, több mint 80%-nyi futballista van ma, 80%-a több futballista van ma Magyarországon. Gondolok itt arra, amit az edzőképzés terén megújítottunk, és aminek én remélem az eredményei majd láthatóak, mert senki nem nagyon írt arról a mostanában felismert hiányosságról, aminek a lényege, hogy a legtöbb hibát azt gondolom abban követte el a magyar labdarúgás,
összes résztvevője és hát elsősorban a vezetés az elmúlt 30-40 évben, hogy nem koncentrált a gyerekekkel foglalkozó edzők képzésére. És már pedig a szakma számára teljesen világos, hogy 6-12 éves kor között a gyerekekkel nem megfelelően foglalkoznak és nem kerülnek megfelelő kiválasztással magasabb színvonalú képzés biztosító akadémiákhoz vagy nagyobb labdarúgó klubokhoz, akkor nem tudunk ebből a helyzetből kikeveredni, amiben most a magyar labdarúgás van, hiába van a tetején megfelelő színvonalon működő akadémia, rossz alapanyagból, vagy nem elég nagy választékból nehéz sok jó játékost faragni. Ezt felismerte a Magyar Labdarúgó Szövetségnek a vezetése, edzőképzésben jelentős változás révén ugye megindult az MLS C-diplomáknak a képzése, C-tanfolyamoknak az indítása és a képzés, elindult az UEFA Elite Youth A-licences képzés, ami az akadémiák és a nagy labdarúgó kluboknál fiatalokkal foglalkozó edzők számára végzünk. Tehát koncentrálunk a gyermek futballra. Most lehet, hogy, és hát arról nem beszélve, hogy a csapatoknak a száma több mint 2000-rel, közel 2500-al nőtt az elmúlt években, tehát olyan falvakba indultak újra az MLS versenyrendszerében csapatok, ahol korábban 20-10 évvel ezelőtt, vagy 30 évvel ezelőtt volt csapat, de nehézségek miatt nem tudták finanszírozni, és megszüntették, most újra vannak csapatok, tehát én igenis büszke vagyok arra azokra az eredményekre, amit elértünk a magyar labdarúgás vezetése segítségével, és ne csak a fociról beszéljünk, a nagypályás labdarúgásról, én azt gondolom, hogy elég sokat tettünk a női futball fejlesztésére, a futszál fejlesztésére, tehát egy csomó olyan terület van, aminek a megítélése, azt gondolom, hogy szintén pozitívan kell lenne, hogy a ladba essen. Nyilván én állok minden kritika elé, meg én nem is az vagyok, aki meg szokott sértődni, mert szidnak engem már vagy 40 év folyamatosan különböző területeken, most nem futballra gondolok, és egész jól viselem, meg szeretem is, mert azért ezek között sokszor van igazság is, és akkor az ember tud javítani, ha meg nem mondják, akkor nem tud javítani, de én azt kérem, hogy próbáljanak meg kiegyensúlyozottak lenni, és akkor magyar futballról beszélünk, akkor ne csak az 5%-ról beszéljenek, hanem a 95%-ról, és az alapján ítéljék meg az elvégzett munkát. És jó lenne néha ilyen vidámabb cikkeket is olvasni, és nem csak arról. És azt pedig személyes sértésnek veszem, ha valaki úgy ír a magyar futballról, hogy egy ilyen duma színház lajlik, mint ami félre akarnánk vezetni a közvéleményt. Írja egy Iván, nincs itt ugye, aki egy fekete varjú hozzá képest a megtestesült vidámság, de azért néha valahogy erőt vehetne magán, és egy pozitív szót kipréselhetne magából, és hát ő ért a futballhoz, tehát évtizedek óta benne van, látni kellene, hogy mennyi időt, energiát, pénzt teszünk bele, és hát vannak ennek számszerűleg is mérhető eredményei. Tehát azt kérem önöktől, hogy próbálják meg ezt az oldalt is láthatni, és miközben semmi probléma nincs azzal, jogos kritikákat kapunk. Hát ez a dolga a sajtónak természetesen. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket, és hát a kérdések vannak, állok rendelkezésre, vagy állunk rendelkezésre. Annyi kérdésem lenne, hogy aki kérdezni szeretne, azt tegye fel a kezét, külön interjúkra nem lesz lehetőség, úgyhogy minden kérdést most kellene. A Jenő kollégám viszi oda a mikrofont, aki kérdezni szeretne. Elnök úrtól szeretnénk kérdezni, Szabó Gergő, Inforádió. Említette többször is minden sajtótájékoztatón elmondja, hogy a tanácsadóira támaszkodik, mert a labdarúgásban annyira nem érzi magát jártasnak. Ezt tavaly is hangsúlyozta, amikor kapitányt kerestek. Változnak-e a tanácsadóinak az összetétele, vagy esetleg most más embereknek kéri ki a véleményét, mint korábban, és csalogott-e azokban, akik esetleg Pintér Attilát javasolták önnek? Én mindig elmondom, hogy én arra nem érzem magam illetékesnek, hogy egy
egy labdarúgásban szakmai képzést kapó a labdarúgást, vagy kapott a labdarúgásban dolgozó, évtizedek óta dolgozó szakember véleményét én szakmaira felülbíráljam. De azért azt sem mondanám el, hogy az átlagnál hülyébb vagyok a labdarúgáshoz, mert gyerekkorom óta érdekel, és bármielőtt elvállaltam, túl azon, hogy voltak amatőr szurkolói szinten ismereteim, azért nagyon sok szakemberrel, nemzetközileg jegyzett szakemberrel töltöttem el, ha összeadom napokat, arról beszélgetve, hogy mit kell tenni a labdarúgásért, és elmondhatom, hogy több ezer oldalt elolvastam, mielőtt a labdarúgó szövetség vezetését elvállaltam, a labdarúgásról, a labdarúgó szövetségek, a klubok menedzselésre, tehát próbáltam minél több információhoz jutni, és hát azóta is megragadom az alkalmat, és szerencsére elég gyakran van, hogy megfelelő szakemberekkel beszéljek a magyar labdarúgást. Tehát elárulhatom, bár nem beszéltük meg, hogy ezt nyilvánosságra hozom, például a héten az egyik este kizárólag azért látogatott a Chelsea elnöke Magyarországra, hogy megismerjük egymást, és egy hosszú beszélgetést, több órás beszélgetést folytattunk a futballról, és arról, hogy a klub hogyan tud segíteni a magyar utánpótlásban, a magyar edzőképzésben, és így tovább. Tehát remélem nem haragszik, hogy kifecsegtem, de semmi titok nincs benne. Csak akarom hangsúlyozni, hogy ilyen szintű emberekkel órákat, napokat, adott esetben napokat töltök el, és tudok labdarúgásra eszmét cserélni. Tehát ez az első, hogy az a képességem már kialakult, hogy a tanácsokat valamilyen szinten, meg azoknak a komolyságát, tartalmát tudjam értékelni. Én nem csak a labdarúgásban, ahol ugye hivatalosan csak 4 éve vagyok, hanem a bankszektorban, vagy a pénzügyi szektorban, ahol az életemet töltöttem, ott se szívesen hozok nagy döntéseket anélkül, hogy idősebb, fiatalabb kollégákat ne hallgassak meg. Sőt, annak ellenére, hogy nem vagyok egy határozatlan típus, ha egy vezetői értekezleten valamelyik helyettesem valamit nagyon ellenez, hiába a másik, a többiek egyet értenek, akkor is azt mondom, hogy fussunk még egy kört, nézzük meg, hát ha neki van igaza, mert nem biztos, hogy mindig a többségnek van igaza. Tehát én szeretem a döntéseket alaposan körüljárni, ennek megfelelően szeretem bővíteni a tanácsadók körét is. És én azt gondolom, hogy például a következő kapitány kiválasztásánál, aki Magyarországon komoly szakember, annak a véleményét, és ez most komolyságnak is különböző szintjei vannak, nyilván nem fogok több száz emberrel beszélni, de egy 20-40 ember közötti szakembernek a véleményét túl a hivatalos formákon, bizottságokon, és hát itt az MLS apparátusán kívül ki fogjuk kérni, és utána fogjuk meghozni a végleges döntést. Mágó Károly, TV2, korábban, amikor Pintér Attilát kinevezték, azt mondta, hogy az egyik legfelkészültebb magyar edző ül le a kis padra, és ezt gyakorlatilag most is megerősítette. Ez nem túl hízelgő a magyar edzőkre nézve. Mondta, hogy valószínűleg külföldi kapitány lesz, de hát lehet-e még előhúzni magyar szövetségi kapitányt? Illetve Dárdai Pálról korábban úgy beszéltek, nem az MLS, hanem mások, hogy ő lehet a hosszú távú megoldás a szövetségi kapitányi pozícióra. Nem tartja túl korainak az ő kinevezését? Hát valljuk be, hogy most olyan helyzetben vagyunk, hogy ma kell dönteni, és ma nem mernék, nincs olyan információ bázisom, halmazom, hogy ma bármelyik edző mellett, akik egyébként a látókörünkben vannak, legyen magyar vagy külföldi, lemerném tenni a voksot, hogy a következő években ő vezesse a magyar labdarúgó válogatottat. Egyébként Dárdai Pár mellett lemertem volna tenni a voksot, úgy is, hogy nem csak erre a 3 meccsre, hanem hogy hosszabb megbízást kap, de ő ezt nem tudja, hogy említettem, vállalni. Van egy kockázata a döntésnek, és ha kritizálják, hogy még a prólicenses tanfolyamot csak most végzi, hogy még fiatal, felnőtt csapatnál nem dolgozott, ez mind jogos kritika lehet, mind ahogy
de remélem, hogy olyan kritika, ami így jogos, és majd aztán az eredmények, vagy a tevékenysége megcáfolja, hogy ez nem így van, de ugyanakkor viszont a Dárdai Pál karaktere, az a lassan 17 év, amit Németországban töltött játékosként, nagy nevű edzők alatt, az a munka, hogy most a Hertánál az utánpótlásba dolgozik, az az elfogadottsága, amitől azt várjuk, egyfajta egységet kovácsol a válogatott tagjai között. Ez, én azt gondolom, hogy mindezeket a hátrányokat talán ellensúlyozza. Ugyanazt mondom most is, én nem változtatok azon a véleményemen, amit Pintér Attila szakmai felkészültségével kapcsolatban mondtam. Az eredményei azok meg tények nyilvánvalóan. Itt nem sikerült, egyedül maradt Pintér Attila a munkájában. Ahogy mondtam, ez nem azt jelenti, ha valaki követel hibákat, hogy nem felkészült. Én azt gondolom, hogy túl nagy követelményeket támasztotta a magyar válogatottal szembe. 4-5 játékrendszert nem lehet összetartások alatt begyakorolni egyébként. Más játékrendszerekben játszanak a csapatokban, saját csapataikban játékosok. Tehát lehet, hogyha kisebb célt tűztünk volna ki magunk elé a összetartásokon, akkor tovább jutottunk volna. Szabó Dávid Bliktől, elnök úrtól azt kérdezném, hogy érzi, csökkentek-e a továbbjutási esélyek, illetve anyagi dolgokról, Pintér Attila menesztése mennyibe kerül az MLS-nek, illetve Dárdai Pál szerződéséről lehet-e tudni valamit, év végéig írt alá, vagy meccspénzt kap? Másodikra könnyebb válaszolni, Dárdai Pál semmiféle díjazást nem kér a munkájáért. Tehát így vállaltam. Nem mi kértük, hogy ne kérjen. Tehát akkor fölvetettem, akkor térjünk rá el az oldalra, akkor ő jelentette be, hogy nem kér semmi. Pintér Attilának a menesztése az nem fogja megterhelni jelentősen a MLS büdzséjét. Nyilván ilyen személyiségi jogok meg okok folytán, én nem szeretnék most konkrét összeget mondani, nagyon korrekt voltam megállapodásnál, amikor a szerződést kötöttük, és most is egy korrekt elválás fog bekövetkezni bele és a stáb tagjaival is. És a továbbjutásra mi lehet? Hát a továbbjutásnál, mint elveszítettünk 3 pontot, csökkentek az esélyeink természetesen, ez nagyon fog hiányozni ez a 3 pont, de nem vált reménytelenni a helyzet. Erről is csak foci.hu, lehet-e tudni azt, hogy a Dárdai Páltól eredmény szempontjában mik az elvárások, illetve nyilván hosszasan beszéltek arról, hogy hogy látja ezt a kialakult helyzetet, mind a magyar futball, de főleg a válogatott környékén kialakult dolgokat. Lehet-e tudni, vagy beszélte arról, hogy milyen változásokat szeretne egy rövid idő alatt hozni, akár személyi jellegűen, akár egyéb téren? Nyilván a kérdések nagy részét Dárdai Pálnak kellene föltenni, és most jelzem, hogy nem lesz egy nagyon jó szövetségi kapitány sajtó szempontjából, mert ő azt mondta, hogy nem nagyon szeretne most nyilatkozni, mert hát nyilván alaposabban kíván informálódni, most még nagyon korai lenne, ha bármit is mondana. Én nem merem megmondani, hogy ő mit gondol, hogy körülbelül hány pont a reális, mert túl optimistának tartom a dolgot, és aztán meg rajtam kérik majd számon. Én remélem, hogy lesz rá mód, hogy amikor az első sajtótájékoztatóját tartja, akkor őtől kérdezzék meg, és akkor számon, ő rajta esetleg számon is lehet kérni. Úgyhogy ha hozza azokat a terveket, amit ő elérhetőnek tart, nem mondom, hogy reálisnak, de elérhetőnek tart, akkor azt gondolom, hogy visszakapaszkodunk a remény tartományába a 2016-os Európa-bajnokságot illetve. Szeretném megadni a lehetőséget, hogy én is megerősítsem Pali kérését, aki azt kérte, hogy amíg a kerettel ő nem találkozott,
egyszer is addig legyetek kedvesek őt most nélkülözni, ami tudom, hogy nehéz lesz, de legyetek rá tekintettel, hogy ez a kérése, jó? Ágasi Attila vagyok az Indexből. Elnök úrtól azt szeretném kérdezni, hogy mennyire érzi személyes kudarcának az elveszített 8. Ahogy mondtam, én mindig azt gondolom, bár nem csak a futballban, bárhol, ha valakit kinevezünk, előléptetünk, és viszonylag rövid idő alatt le kell váltani, az abba a döntéshozó felelőssége is megvan. Úgyhogy én is azt gondolom, hogy megvan az MLS elnökségének a felelőssége, de elsősorban nyilvánvalóan azért az elnök munkája van nagyobb hatással az elnökség döntéseire, és így nyilván a legnagyobb felelősség a döntéshozók vonatkozásában az én felelősségem. Egyetért azon, hogy elveszítettünk 8 hónapot? Én remélem, hogy nem veszítettünk el 8 hónapot, hiszen Pintér Attila nagyon komoly edzéseket tartott. Én bízom benne, hogy azok a játékosok, akiknek egy része nyilvánvalóan, vagy nagy része továbbra is a keret tagja maradt, ez alatt a 8 hónap alatt fejlődtek, és én bízom benne, hogy egy kellően motivált társaság jobb eredményt ezt képes elérni, mintha ez a 8 hónap alatt végzett munka nem történt volna meg. Annyit hagyj tegyek hozzá, folytatva elnök urat, hogy én azt gondolom, hogy ez a 8 hónap, hogy elvesztegedett, ez majd valamikor 4-5 hónap múlva derül ki. Én szerintem a Pintér Attila által végzett munkafolyamat nagyon sok mindent felszínre hozott. Egyebek mellett a döntést is ezt határozza meg. Egy csomó olyan dolog kiderült, ami eddig felszín alatt volt, egy csomó dolgokat szembe kell nézni, és azt gondolom, hogy ez a Pintér Attila egyik eredménye, a Pintér Attila egyik értéke, hogy ő maga ezeket szembe nézett, és amikor több alkalommal az elnökség előtt beszámolt, akkor olyan szakmai összefüggések és olyan magyarázatokat mutatott be, amelyek igen tanulságosak. Akkor lesz elvesztegetett, hogyha ez az átmeneti veszteség nem tud hasznosulni. Tehát azt gondolom, hogyha bárki, aki ebben az ügyben részt vett, nem osztozik a felelősségben Pintér Attilával, akkor elvesztegetett. Ha a szakma komolyan veszi azt, amit Pintér Attila tapasztalt, és amely a Pintér Attilát abban megakadályozta, hogy eléri az eredményeit, akkor ez egy hasznos 8 hónappá tud válni. Szeretném kérdezni, amikor Pintér Attilát kinevezték, akkor elnök úr kijelentette, hogy egyértelműen az a cél, hogy a csapat kijusson az Európa-bajnokságra. Most, hogy személyi változások történtek, változott-e ez a célkitűzés? Hát egyértelműen az a cél, hogy kijussunk. Tehát, ahogy mondtam, ez nehezült azzal, hogy elveszítettünk 3 pontot, de nem vált reménytelenné, és hát nem is tűzhetünk ki más célt magunk elé. Hát nem mondhatom a szövetségi kapitánynak, hogy az a cél, hogy ne jussunk ki. Mert azt még én is tudnám teljesíteni szövetségi kapitányként. Novák Miklós vagyok a Magyar Nemzettől. Elnök úrtól kérdezném, hogy Dárdai Pál kinevezése magában hordozza azt az ígéretet is, hogy a válogatottságot ideiglenesen vagy véglegesen nem mondott labdarúgók adott esetben visszatérnek, nevesítem Szalai Ádámra és Huszti Szabosra, gondolok mindenek előtt. Én mindig azt mondtam, hogy a szövetség az elnöksége az kapitányt választ, és utána a kapitány hívja meg a keretet és választja ki a labdarúgókat. Ez igaz Dárdai Pálra is, tehát nekem se a Husztival, se a Szalaival semmiféle ellenérzésem nincs, meg ha lenne, akkor sem mondanám a kapitánynak, ez teljesen az ő felelősség, az ő dolga. Nem tudom, hogy majd a Dárdai Pál az említett két játékost meghívja-e, és ha meghívja, akkor a két játékos az elfogadja a meghívást, de ebben mi nem avatkozunk bele. Hegedűs Gergely vagyok a vs.hu-tól, és először főtitkár úrtól kérdezném, hogy mik azok a szakmai összefüggések, amelyekre Pintér Attila felhívta a figyelmet, és majd elnök úrtól pedig azt, hogy ennek a mostani kapitányváltásnak
van-e olyan tanulsága, olyan üzenete, hogy a nemzetközi tapasztalat nélküli hazai edzőket inkább nem kéne erőltetni a válogatott kispadját. Egy nagyon világos összefüggést kell mondani, és egyébként ez a második kérdés összefügg ebben. Tehát egy válogatottat vezetni az egészen más feladat, mint egy klubot vezetni. A válogatott vezetésére legyen bármilyen jó szakvezető, a munkának, a eredménynek a bizonytalansága az nagy rész függ a játékosoktól, és nagy rész függ azoktól a kluboktól, ahonnan a játékosok jönnek, és nagy rész függ attól a bajnokságtól, ahonnan a játékosok többsége érkezik. Be kell látnunk, hogy Pintér Attila a különböző taktikai felkészülések során olyan elvárásokat fogalmazott meg, amelyek szakmailag nagyon indokoltak és nagyon európaiak. Azonban mind az ő edzésmódszere, mind az ő lehetőségei, ahányszor tud találkozni a játékosokkal, amilyen összetételbe tudja összehívni őket, amilyen állapotban érkeznek ezek a játékosok a kluboktól, erőnlétileg, mentálisan, elmúlt 15 évben elsajátított ismeretek, készségek alapján, jelentősen meghatározza, hogy milyen eredményt lehet velük elérni. Tehát összhangban kell legyen a kapitány programja, a kapitány felkészültsége a játékosokéval, a kluboknak a mindennapos munkájával, és az egész sporttal, egész labdarúgás környezetével. Akkor, amikor itt például külföldi edzőbe gondolkodunk, akkor meg kell találni azt a megfelelő harmóniát, hogy az edző és a magyar valóság, a magyar sportgazdasági valóság összhangban legyenek. És ez volt a tanulság, azt gondolom, hogy az elmúlt 8 hónapnak, hogy olyan elvárásokat fogalmazunk meg, mi, az újságírók, a szurkolók, a csapatok, a játékosok egymással, amely között az összhang az egy igen lassan megteremthető folyamat. Nyilvánvalóan a célokat minél magasabb szintre kell helyezni, de ha az nem megfelelő szinten tesszük, akkor azzal árthatunk is. És az azzal kapcsolatos esetleges kudarc élmények egy fiatal játékost, egy fiatal edzőt, akár hosszú távon nagyon nehéz helyzetbe hozhatnak. Hát gyakorlatilag szinte megválaszoltam Vági ura a kérdést. Hát nyilvánvaló, hogy a nemzetközi tapasztalat az mindig előny, és hát az is nyilvánvaló, hogy a mai élvonalba edzés, de akár a támpótlásba dolgozó edzők közül kevésnek van szakmai tapasztalata. Én azt gondolom, hogy ez is egy olyan terület, ahol várhatóan jelentős fejlődés állhat be. Egyrészt hogy a spanyol, a holland szövetséggel is van együttműködési megállapodások, a német szövetség kifejezte készségét, hogy szívesen segít edzők képzésébe, edzők fogadásába, akik ott dolgoznak, és utána úgy jönnek haza. Nyilván ez nem olyan tapasztalat, mint ha valaki évekig futballozott külföldön, és utána ott még edzői diplomát is szerzett, és ott edzősködött is. De szerencsére azon a játékosok közül, akik kint futballoztak, lásd akár a Dárda éppen, vagy Lőv Zsoltot, vagy jó néhányat fel lehetne sorolni, talán már 10-hez közelít a számukon, akik kint próbálnak edzőit, már edzők, vagy szereznek még komolyabb szinteken majd edzői tapasztalatokat, és én bízom benne, hogy ezeket előbb-utóbb majd haza lehet csábítani, és a magyar labdarúgás szolgálatába is lehet állítani, de azt gondolom, mint például Dárdai Pál esetében, és egyrészt sajnálom, hogy nem tudunk a személybe egy végleges megoldást találni, másrészt meg azt gondolom, hogy a magyar labdarúgás számára az egy hozzáadott értéket fog képviselni az a 4-5 év, amit még külföldön fog tölteni, és én bízom benne, hogy a végén majd azt mi fogjuk hasznosítani. Galambos Dániel, Nemzeti Sport, ez gyors kérdés lesz, hogy végül a játékosok véleményét kikért elmondta, hogy azt is meg fogja hallgatni. Nyilván személyesen nem beszélgettem a játékosokkal, de összegyűjtésre került közvetlen és közvetett módon a játékosok véleménye, és látható, hogy kialakult egy feszültség
a játékosok és a szövetségi kapitány között, ami abból következhetett, amit a főtitkár úr mondott, hogy a követelmények, a felkészültség az nem volt mindig összhangban a játékosok felkészültségével, és hát nyilván azért azt látni kell, hogy Attilának van egy elég kemény stílusa, amit ez nem minden játékos szokott hozzá, tehát ebből is alakultak ki feszültségek, de azt szeretném akár, hogy mondjam, a legkisebb mértékben is elkerülni, hogy a játékosok buktatták meg a szövetségi kapitányt, erről nincs szó, az ő véleményük is persze meghallgatásra kerül, de azok a szakmai vélemények, amit a szakmai bizottság megfogalmazott, más szakemberek, a elnökségi ülésen felmerült, ezek döntötték el végső soron, hogy úgy ítéltük meg, hogy kisebb kockázatot vállalunk azzal, ha most váltunk, mintha nem váltunk. Császár Attila vagyok, a Hír TV-től üdvözlöm Önöket. Szeretném előre bocsátani, hogy nem vagyok sportújságíró, hanem csak simán újságíróként érdekelne. Köszönöm szépen. De mind a kettőjüktől szeretném kérdezni, annál is inkább, mert mindkettőjüktől elhangzott ezzel kapcsolatban egy-egy kijelentés, hogy Pintér Attila európai szinten készült föl arra, hogy a magyar válogatottat vezesse, magas elvárásai voltak, és a többi. A kérdésem az, hogy mi az, amit elérnek ezzel a mostani döntéssel? Azzal, hogy Pintér Attilát leváltják, attól még jobb játékosok nem fognak focizni a magyar válogatottban, innétől kezdve gyanítható, hogy kódolva van a további eredmény is, bár nem szeretnék prejudikálni, csak a focisták fociznak a focipályán, az edző pedig adja az instrukciókat, tehát mi az, amit most ettől remélnek? Ha nem lesznek jobb játékosok, ahhoz képest, mint akik most fociznak, akkor gyaníthatóan az eredmény is hasonlítani fog arra, amit eddig elértek. Köszönöm szépen. A szakmai bizottságunk kialakult véleményt ismételném meg, amik azt mondták, hogy azért ez a magyar válogatott többet tud annál, mint amit az északírek ellen mutatott. Nyilván egy válogatottnak a játékát az adott meccsen jelentősen meghatározza a válogatás, a alkalmazott taktika, és hát nem utolsó sorban nyilván a játékosoknak a fegyelmezettsége és küzdőképessége. Na most mind a három vonatkozásába érték kritikák a kapitányt, hiszen, ahogy mondtam, ha jól emléktem a statisztikára, öt olyan játékos szerepelt a első tétmérkőzésen, aki 8 havi összetartás alatt nem kapott lehetőséget a felkészülési mérkőzéseken, hogy játszon, és hát ez nyilván azt is jelenti, hogy ilyen szempontból az összetartásoknak az egyik értéke, hogy összeszoknak a játékosok, az sérült. Sokan megkérdőjelezték az alkalmazott taktikát, én ezt nem tudom, hogy igaz vagy nem igaz a kritika, vagy jogos, vagy nem jogos, és hát az is fölmerült egyértelműen, az még az én részemről is mertem venni ezt a bátorságot, hogy feltehetően egy északír válogatott ellen egy új stadionba, egy ilyen lelkes közönség előtt nem úgy kellett volna kezdeni a mérkőzést, hogy a kezdő rúgásnál hátrafelé indulunk, és aztán nagy sikerrel végül az oldalvonalon túlra sikerül menteni a labdát, hogy ne kapjunk gólt. Ez nem, ott az első percben nem biztatott túl sok sikerrel, és hát nagyon sok, hát látott voltak Önök is, nyilván láthatták, hogy nagyon sok perc ment el passzív játékkal, amikor hátul adogatták a labdát a játékosok, még a nézők számára is látható mélységi passzokat nem vállalva be, inkább megfordult és hátra adta jó néhány játékos labdát. És maga Pintér Attila ugye elemezte ezeket és mutatott rá ezekre a hibákra. És hát sajnos voltak olyan játékosok, és ezek között voltak cserejátékosok is, akik
hogy mondjam, kocogtak, meg sétáltak a pályán, például a gólokat megelőző pillanatokban. Tehát ennél egy kicsit pont az a remény, amit vártunk, hogy egy nagyon küzdőképes, harapós válogatott alakul ki, ezt nem láttuk most viszont. Én bízom benne, hogy a Dárdai Pálnak a karaktere az nem engedi meg, hogy ilyen játékkal rukkoljunk elő a következő meccseken. És hát, ahogy a főtitkár úr mondta, hát várhatóan az alatt a rövid idő alatt, ami rendelkezésre áll, meg kell próbálni optimálisan valahogy a játékosokhoz is alkalmazkodni, vagy a játékosok által játszott a csapatok által követett játékrendet kellene kialakítani, vagy alkalmazni valószínű, mert nem lesz idő arra, hogy új játékrendszereket gyakoroljanak be. Sandrás, NB1.hu. Hogy válaszoljak, hogyha megkérdeztek. Tehát folytatványunk urat, illetőleg a dolognak a felszínét megvilágítva egy szemléletes példával, annak érdekében, hogy mindenki lássa és átérezze a helyzetet. Hoztunk egy döntést, illetve az elnökség hozott egy döntést, és erre nyilvánvalóan valamilyen indokrendszer vezeti. Ezt az indokrendszert és a célrendszert rövid és hosszú távon kell értékelni. És ez a helyzetnek a legnehezebb része. A magyar válogatott, vagy bármilyen válogatottnak van egy kapacitása, egy bizonyos teljesítő képessége. A tényleges kapacitás, a tényleges teljesítmény a lehetségeshez, a pályán dől el. Számszerűsíteni nagyon sokféle módszer lehet, de azt lehet mondani, hogy egy tényleges kapacitást 100%-osnak, bocsánat, lehetséges kapacitást 100%-nak véve, a tényleges az akár 50% is lehet. Tehát 50 és 100% között lehet elérni eredményt és teljesíteni. Ezt kell rövid távon minél magasabb szintre vinni. Én azt gondolom, hogy a magyar válogatott az elmúlt 4 évben a lehetséges kapacitásának olyan 60-70%-a között teljesített. A Fintér csapat most ezen a mérkőzésen alatta maradt ennek a százaléknak. Ha úgy nézzük, hogy a mérkőzés első fél idejében, az első 75 percében, első 80 percében a lehetséges kapacitásainak és az eredménynek milyen százalékát ért el, akkor ez egy jó mutató. Ha 90 percet nézem, akkor ez egy rossz mutató. Azt gondoljuk változásként, hogy rövid távon ezt a kapacitás kihasználást kell javítani. A Pintér Attila által elvizett 8 hónapban végzett munka, szándék is, így utólag azt gondolom, hogy kísérlet, az a hosszú távú kapacitás emelését célozza. Tehát azt gondolom, hogyha mi nem 70, hanem 80-90%-on teljesítünk, akkor sem leszünk az európai labdarúgás top élvonalában. Tehát a mai magyar labdarúgás köszönhetően az elmúlt 30 év szakmai munkájának, elsősorban az utánpótlás képzésben való elmaradásban a nemzetközi trendektől, mai kapacitásunkban az európai labdarúgásban valahol a 25-35. Hely között tartja a magyar labdarúgást. Az, hogy ez 25. vagy 35. ez egy rövid távú kapacitás kihasználási kérdés. Az, hogy föl tudunk-e menni 25-ről 15 közé, ez egy hosszú távú beavatkozást igényel, 6-12 éves gyerekekig kell visszanyúlni, és sok ezer utánpótlás edzőnek kell megváltoztatni a gondolkodásmódját, kultúráját és felkészültségét. Tehát ez a mai helyzetben a döntés, vagy ez volt a döntési kérdés. A Pintér maradhatott volna a helyén, erőltethette volna tovább azokat az elképzeléseket, amit elindított. Minden mérkőzés után megmutathatta volna, hogy az ő elképzelése, amelyek európai szintű jól összerakott taktikai elképzelések voltak. A megvalósítás szintjén a mérkőzés hányadik percében buktak először, és a mérkőzés végéig, mikor változtatták meg a mérkőzés menetét. Jó? Tehát nem tudom, világos-e. Rövid távon nekünk most az a célunk, amit itt többen is kérdeztek, hogy ki kell jutni a 2016-os EB-re. Ehhez olyan ember kell, aki az adott körülmények között a legjobb eredményt ki tudja hozni. Ehhez valószínűleg egy változás fog minket leginkább hozzásegíteni. De Dárdai Pálnak is a hosszú távon választja ezt a feladatot, hogy vállalná. Azon az úton kell járnia, amit a Pintér elkezdett. Bocsánat, a játékosok erre alkalmasak lesz. Hát
úgy fogalmaztunk ugye Észak-Írekkel kapcsolatban, hogy véleményünk szerint a magyar válogatott ennél többet képe, többre képes, mint amit a Észak-Írek ellen a pályán mutatott. Erre utal a főtitkár úr, hogy a fő feladat, hogy kihozzuk a maximumot abból a játéktudásból, amivel ma a magyar labdarúgás ebből a magyar válogatott rendelkezik. Mert úgy tűnik, hogy ez nem történt meg az elmúlt meccsen és az előző meccsek mindegyikén sem. Göbölyös András, NB1.hu. Arra lennék kíváncsi, hogy lehet-e már tudni valami Dárdai Pál segítőiről? Mi már tudunk, de ezt még nem osztanám meg, mert egyrészt van olyan poszt, ahol több jelöltről van szó. Nyilván a döntés listáját még nem is beszélt mindenkivel a Dárdai úr, tehát nem biztos, hogy akit ő gondol, az vállalja is. Tehát én gondolom, mikor tudjuk ezt, jövő hét elején feltehetően ez nyilvánosságra kerül. Kalapos Mihály vagyok, Kossuth Rádió, itt vagyok. És ha már a személyes felelősségéről, illetve kudarcáról beszélt, akkor azt kérdezném, hogy megfordult-e a fejében, hogy ön lemond, ön feláll, illetve amikor elnök lett, akkor azt ígérte, hogy legkésőbb a 2016-os Európa-bajnokságon ott lesz a válogatott, ugye az emelt létszám miatt is. Ha nem lesz ott, akkor hogyan tovább? Van két éven még ezek szerint, úgyhogy akkor miért kellene gondolkodnom a lemondáson. Tehát ugye olyan nincs, hogy minden döntés megfelelő. Tehát olyan vezetőt nem lehet találni. Én naponta hozok, van olyan nap, amikor több száz döntést is. És adott esetben némelyik döntés meghaladja a magyar labdarúgás teljes évi költségvetését is, vagy adott esetben az elmúlt öt évit is, és az embernek nem remeg meg a keze. Ha nem alapos munkát végeztünk volna, és nem megfelelően elemeztük volna a rendelkezésre álló lehetőségeket, embereket, ha úgy éreztem volna, vagy úgy érezném, hogy a döntés előkészítésébe hibáztunk, akkor azt gondolom, hogy még nagyobb lenne a felelősségem. De azt gondolom, hogy a döntésnek ezt a részét és a döntési folyamatnak az előkészítés is a része, azt megfelelően végeztük. Úgyhogy lehet, hogy rossz hír egyeseknek, eszem ágába sincs lemondani. Már csak azért sem, mert jövő májusban elnökséget választ a magyar labdarúgás, hiszen lejár az 5 éves ciklus a jelenlegi elnökségnek, és hát azt azért higgyék el nekem, hogy legalább akkora megkönnyebbülés lenne nekem, ha azt mondanák, hogy ne dolgozzak már tovább itt a labdarúgásban, elég volt az az 5 év belőlem, mint az, hogyha azt mondják, hogy szükség van továbbra is rám, és csináljam. Tehát ilyen szempontból ez nagyon kevés upside-dal és nagyon sok munkával jár ez a feladat. Annyi lenne a kérdésem, hogy lassan egy órához közeledve, hogy aki még kérdezne, azt tegye fel a kezét, és akkor megjegyezzük, és azok a kérdések még mehetnek, és aztán befejezzük, jó? Úgyhogy ott volt egy kérdés, kettő, akkor ez a két utolsó, jó? Ott kérlek, Hegedűs Henrik vagyok az Origóton. Azt szeretném megtudni, hogy az új kapitány kiválasztásánál megvannak-e már azok a pontok, a megfogható kritériumok, aminek a jelölteknek meg kell felelni, és ezek között a pontok között mi a prioritás. A kérdés második fele pedig az lenne, hogy tervezi-e az MLS hosszú távon, hogy olyan stílus alapú edzőképzést honosít meg itthon, aminek a képzésnek a végterméke lenne a magyar válogatott játéka, ettől függ, vagy ennek következtében nem függne az éppen aktuális szövetségi kapitány gondolkodásától az, hogy milyen stílusban futballozik, vagy milyen szerkezetben futballozik a magyar válogatott. Nyilvánvalóan olyan edzőt keresnénk, aki sikeres edzői múlttal rendelkezik, és nyilvánvalóan előnyben van az, aki esetleg válogatottakat is, vagy válogatottat is sikerrel vezetett.
az nem kérdés, hogy a szakmai felkészültsége, licenszei, azok rendben kell, hogy legyenek. Tehát a szakmai felkészültség és a tapasztalat ez a döntő szempont. És hát a nemzetközi tapasztalatot rendkívül fontosnak tartjuk. Tehát ilyen szempontból ez jelentősen szűkíti az itthon szóba jöhető edzőknek a körét. Egyébként javaslom, ha érdekli önöket, hogy egyszer látogassanak el Terkibe, a Szalai László úr vezetésével szívesen szervezünk egy bemutatót abból, hogy hogyan változott a magyar edzőképzésnek a rendje, tananyaga, milyen hiányosságokat tapasztaltunk. Én bízom benne, hogy nem csak az utánpótlás edzőképzésnek a színvonala javul, vagy teremtjük meg az alapjait, szinte mondhatom így ezekben a hetekben, hónapokban, hanem a pro-licensz, az A-licensz, tehát a felnőtt futballhoz kapcsolódó képzés színvonala is jelentősen javul, hiszen hiányoztak ebből azért alapvető ismeretek a korábbi tananyagokból, és én abban is bízom, hogy olyan új edzőképzési formák, mint például az erőnléti edzőképzés, ami eddig nem volt Magyarországon, sőt kapus edzőképzés is beindult. Ezek szintén hoznak, vagy várhatóan hoznak eredményeket, úgyhogy én abban bízom, hogy az edzőképzésnek a színvonala, és nem beszélve arról, hogy a pro licensz és kialakult a felvételinek a rendje, és nem elég az, hogy valaki jó futballista volt valamikor, hanem olyan felkészültséggel kell rendelkezni, legalább nem mondok, vagy nem csúnyát mondtam, szóval tehát a lényeg az, hogy olyan edzőket várunk, akik nem csak szakmailag, hanem emberileg és kulturálisan is képesek a ismereteiket továbbadni, és a labdarúgás eredményeket elérni. Hát ebből következően természetesen jelentősen csökken a kiadandó pro-licenszeknek a száma is. Akkor enyém lesz a végszó, hogyha jól értem. Én azt szeretném csupán kérdezni, hogy a szakmai bizottság jelentését nyilvánosságra hozzák-e, illetőleg a WPA 127 oldalas jelentését miért nem hozták eddig nyilvánosságra? Tehát a WPA-nak nincsen egy 127 oldalas jelentése, tehát ezt már megírtuk. Nem tudom, hogy miért nem viszik el. És odaadtuk azt, ami van. Nem mondok benne százalékot, amiket nem hoztak nyilvánosságra. Milyennek azok? Nem, ezt is nyilvánosságra hoztuk. Fönn van a honlapunkon, és megküldtük az átlátszó.hu-nak is. A százalékokat is. Nincsen egy évre lebontott százalék. Elmondom szívesen újra. Jó? Én miért láttam? Hát ha látta, akkor hozza nyilvánosságra, ezt tudom mondani. Megtettem. Elmondom akkor, jó? Jó. Tehát a WPASS egyenként vizsgálta az összes céget, illetve az összes egyesületet, és az elnökség felé egy összefoglaló jelentést az úgynevezett cluster számokkal készített. Tehát azt, hogy egy bizonyos akadémia egy bizonyos mutatóban milyen százalékkal rendelkezik, ilyet az elnökség nem látott, ilyen anyag nem készült. Ilyenfajta értékelés az, hogy te egy bizonyos témakörben milyen minősítést kapsz, azt magával a klubokkal beszélte meg, milyen anyagot nem láttunk, nem kaptunk. Az, hogy ez mit jelent, ezt is a klubokkal beszélték meg. Mi általánosan tudjuk azt mondani, hogy a megvizsgált 15 egyesület 9 nemzetközileg kidolgozott módszertani mutatóban, klaszterben milyen általános besorolást kapott. Ott se kaptuk meg azt, nem is kértük, és a belgák ilyet nem is akarnak adni, hogy abban az összetett mutatóban melyik miért kap. Ugyanis ebben a pillanatában a WPASS egy olyan munkát végzett, hogy a magyarországi utánpótlás akadémiák együttes szakmai felépítését vagy felkészültségét mérje és mutassa be. Erről egy vezetői összefoglaló készült, ezt odaadtuk a nyilvánosságnak, ez fönn van a honlapunkon, ezt tudjuk magyarázni, ezt tudjuk megosztani önökkel. Azt, hogy egyes akadémiáknál milyen tapasztalatokat szedtek, azt az akadémiák tudják, egyébként ők se tudnak adni úgy összefoglaló anyagot, hogy tessék, ezt vigyed el,
hanem egy több ezer oldalas munkaanyag van, ezen munkaanyagoknak több ezer oldalas interjúja van, elektronikusan rögzített interjúja, és ebből egy közös munka van. Jelenleg a belgák minden akadémiánál sok-sok munkaórát töltenek ott, és közösen dolgozva próbálják megállapítani, hogy milyen irányba kell fejleszteni, mi az erőssége, mi a gyengesége az adott akadémiának. Tehát olyan lista, hogy azt mondjuk, hogy ezen a helyen valaki ennyi százalékban van, ilyen az MLS-ben nincsen, nem kértünk, és ha kértünk abban a belgáktól, pont azért, mert megkaptuk a sajtónak a megfelelést, és azt mondták, hogy ők ilyet nem készítenek, és nem is fognak soha adni, mert módszertanilag ők ezt nem tartják a hasznosíthatónak. Azt mondják, ha ilyet készítenének, az egy félrevezető dolog benne. Az elnökségnek például az volt egy nagyon határozott kérdése a belgáktól, hogy ezek a számok nemzetközileg hogyan néznek ki a mi esetben egy némethez képest. Azt mondták, hogy ilyenfajta összehasonlítást módszertani okokból nem adnak, nem tudnak, mert nem mondhatják azt, hogy egy 35-ös szám, ha számszerűsíteni, egy német 70-eshez képest mit jelent. Nem tudom, hogy világos-e. De az átlátszó.hu-nak azt mondtuk, hogy a rendelkezésünkre álló összes papírt, ha bejönnek, nagyon szívesen megmutatjuk. Tehát nincs ilyen, de nem tudok adni, nincs 127 oldalas összefoglaló jelentés. Én szeretnék hozzáfűzni ehhez is egy kommentet, szóval az számomra furcsa és egy kicsit elkedvetelmítő lenne, olyan lennék egyébként, hogy szívemre veszem az ilyen jellegű cikkeket, hogy az elmúlt 50 évben, nyilván nem volt 50 évig akadémia, de mondjuk mióta akadémiák vannak azóta, nem készült egy független szakértő által történő felmérés az akadémiákról. És itt hangsúlyozom, ez még nem értékelés, ez felmérés. Egy helyzetkép, hogy hol tartanak az akadémiák. És egy kvázi egy munkaterv épül rá, amit minden akadémia követ, és hát remélem, hogy nyilván nem lesz még tökéletes, de a következő felmérés az már még jobb képet fog mutatni. Hiszen a lényeg pont az volt, hogy olyan gyakorlatokat próbáljunk bevezetni az akadémiák életébe, amire adott esetben nem az akadémiák, mi se gondoltunk, hogy fontos. Például, hogy fontos a formalizált döntéshozatal rendje. Hogy nem jó az, hogy van az akadémiának egy vezetője, és ilyen-olyan utasítást ad reggel, ilyet, este, meg olyat, hanem igen, most kell egy döntési mátrisz, kell a tetején egy felső döntéshozatali fórum, és úgy kell üzemeltetni, mint egy igazi vállalatot, formalizált döntéshozatali rend kell, ami biztosítja a hosszú távú stratégiai céloknak megfelelő működést. Ezt ugye ezeket a hiányosságokat tárták most fel. Vagy például, mondok egy példát, tehát az ő módszerük volt az, így dolgoznak, megkérdezik, hogy milyen játék rendszert képvisel, milyen játékstílusban játszik az akadémia. Mondják az edzőnek, vagy a vezetőnek. Kiderül már ott, hogy adott esetben más gondol az egyik edző, meg a másik, mert egyébként valóságban is adott esetben más követnek, és a játékosok meg nem is tudnak róla. És hogy ennek van jelentősége, sokkal nagyobb jelentősége, mint gondolnák, hogy tiszták legyenek a célok. Na most ezeket próbáljuk helyre tenni, és majd az értékelés, amire szeretnénk a forrás allokációt is ráültetni, az majd 2 év múlva lesz meg, amikor azt mondják, hogy na kérem szépen, ez az akadémia kiváló munkát végez, ezért nagyobb összeggel kell támogatni, mint a másikat. Na most ahelyett, hogy egy ilyen kezdeményezést a sajtó örömmel fogadna meg a közvélemény, végre tisztán akarunk látni, majd az érdekeltséget a munka színvonalához akarjuk kötni, ahelyett mindenki, hogy hogyan állnak a magyar akadémiák, arról beszél. Ugyanúgy álltak 10 évvel ezelőtt, és miért nem írtak róla? Azért, mert eszébe nem jutott senkinek, hogy keressen olyan tanácsadó céget, mint a belgák is, ugye, akiknek a értékelésére épül a német, a holland, a belga állami támogatásoknak az elosztása. Üdvözölni kellene ilyen lépéseket, és arról kellene beszélni, akkor mi a teendő, hogy jobb legyen, és nem arról, hogy hát micsoda szégyen, hogy hol tartunk Európához képest. Ez a gondom egyedül a
Most nem önnek szól, magára nézek, mert maga kérdezett. Az ötlet jó, csak azt nem értem ott a titkolózás részét. Miért kellett aláírni a résztvevő akadémiáknak, hogy nem beszélhetnek a végszámról, arról a százalékról, amit kaptak? Ebben az esetben 46-tól 67%-ig beszélt. Az MLS-nek semmiféle ilyen követelménye nincs. A belgák által nem nálunk, nemzetközileg kialakított táncrend szerint járunk el. Tőlem akár nyilvánosságra is hozhatnák. Hát érdekel engem, hogy Debrecen, vagy Felcsút, vagy a haladás az nyilvánosságra hozza-e a statisztikáját. Engem nem érdekel. Hát miért lenne az nekem ellenérdekem? Ha ő akarja, csinálja meg. Hát nyilván valami oka van, hogy ebbe a fázisba, első fázisba, amikor ez olyan, mintha önök kikérdeznék, hogy van ez a C-típusú vizsgálat, hogy homoszexuális-e, meg ez, meg az, meg amaz, és akkor ön válaszol, meg köteles válaszolni, itt is köteles válaszolni egyszer, ha állami pénzeket akar jutni, és utána nyilvánosságra hoznák. De ugyanaz a helyzet. Kötelezni se lehet őket, de én tőlem akár nyilvánosságra is hozhatnám. Köszönjük szépen akkor, és már csak egy fontos információ, hogy a magyar labdarúgás szempontjából holnap is történik majd egy fontos dolog, hiszen Genfben eldől, hogy 2020-ban rendezhet-e Budapest Európa-bajnokságot, kérlek, majd erre is figyeljetek, oda 13 óra körül lesz eredményhirdetés. Köszönjük szépen mindenkinek, hogy eljött.